Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Sürgős esetben hívhatsz a hotline-on keresztül naponta este 11 óráig. Először megnézzük az ő gondolatait, az középen van itt felül és alul. Ez a kártya jelent egy szűkös helyzetet. Vagy nála, vagy nálad, vagy mindkettőtöknél, ahol nem érzitek jól magatokat. Ez lehet a munkahely, ez lehet egy kapcsolat, ez lehet a családi kapcsolat is, vagy a lakhely, és ebben az esetben ez a tolvaj segíteni tud, hiszen eltávolítja a szűkös helyzetet. Sőt, ez a kártya jelenti azt is, hogy itt lesznek változások, mert meg lesz a szabadság érzete, fel tudtok lélegezni, megvan az életerő ahhoz, hogy változtassatok ezen a helyzeten. Visszatérve a tolvajra, ez jelentheti azt is, hogy eltűnnek a negatív gondolatok, negatív érzelmek, mert a tolvaj szimbolikusan ezt eltávolítja, de azt is jelentheti a kártya, hogy valaki ellopott tőle valamit. Vagy a pénzét, vagy rabolja az idejét, az energiáját, és az azt jelenti, hogy ő úgy gondolja, hogy valaki kihasználja őt. Sőt, az is lehet, hogy emiatt van a szűkös helyzetben, és ezen szeretne változtatni. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon, sok a munkája, szorgalmas, de néha úgy érzi, hogy minden a feje tetejére állt, hiszen elveszíti a talajt a lába alól, sőt, néha úgy érzi, mások kihasználják őt, nem kapja meg az elismerést, vagy keveset fizetnek a munkájáért, de lesz egy szerencsés fordulat, hiszen itt van a csillag, és az szerencsét hoz. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Nálad is vannak igazságtalanságok, erre ő felhívja a figyelmedet. Hiszen itt a képen látható, hogy az egyik gazdag mindene megvan, a másik kap ebből valamit, a harmadik nem kap semmit. Ez a helyzet, ez lehet a munkahelyi viszony, kicsit elszomorít téged. De vannak lehetőségek, hiszen ő majd mondja azt, vedd kezedbe ezt a botot, ami szimbolizálja a tűz elemét, a bátorságodat, a lelkesedésedet, egy új irányt, egy új kezdetet, és megvan ehhez az életerőd. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a múltban voltak viták, veszekedések, nézeteltérések, vagy a tolvaj miatt, mert valaki ellopott tőle valamit, vagy ebben az esetben a tolvaj tud segíteni, hiszen eltünteti a vitákat és félreértéseket. Itt lesz egy szerencsés fordulat, hiszen a madarak jelentik a változásokat, a mozgást, a nevetést, a vidámságot és a kommunikációt. És ez a férfi beszélni akar veled, látni akar téged. Ez a ház jelenti az otthonát, vagy a tiédet,
hogy meg akar látogatni téged, vagy tervez veled együtt egy közös otthont, és ez szerencsét hoz. A kép mutatja, hogy minden úgy a feje tetejére állt. Az oka az egy nő, hiszen ez a kígyó szimbolizál egy nőt, hogy miatta úgy gondolja, úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Lehet, hogy ez a nő kihasználta őt, vannak viták, félreértések köztük. Vagy köztetek a nő miatt. Ami a munkahelyet illeti, benne van a labirintusban, keres egy megoldást, keres egy kiutat, vagy elvárja azt, hogy megbecsüljék, megfizessék őt, vagy keres egy másik munkát. Itt látható az igazságtalanság, lehet, hogy a szerelmi élet területén ezt ugyanúgy átélted, mint ahogy a munkahelyen is. Vagy azt is jelentheti a kép, hogy ő szeret téged, segít neked. Itt a hajó jelenti a reményt, hogy lesz egy új irány, egy új kezdet. A hajó az lehet utazás, vagy külföldi kapcsolat is. Itt látható kicsit a szomorúság, hiszen vannak korlátozások, ez a munkahelyedet illeti, hiszen a horgony ezt szimbolizálja. Az ő jelenlegi helyzete. Az ekerek eltávolítanak valamit. Lehet, hogy vannak most nála félelmek, hogy elveszít valamit, vagy elveszít téged. Elveszíti a munkáját, vagy lesz pénzkiadás, vagy fél attól, hogy te eltávolodsz tőle. A te jelenlegi helyzeted. Itt a könyv jelenti a tudást, továbbképzést, eddig még a zárkózottságot, de jelenleg kinyílik itt egy ajtó, és ő nyitott lesz veled szemben. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!